Asztalos, gumijavító, kalapos, kádár, fodrász és még meg annyi mesterség megelevenedik a Kossuth Múzeum legújabb kiállításán. Az igényesen rendezett sokrétű tárlaton nem csak régi iparos eszközöket, de dokumentumokat és gyönyörű cégéreket, plakátokat is láthat a közönség. Hörömpő, zakar, berger, bogyai, gombos, rónai, lovas, práger, csak néhány ceglédi iparos családnév a sok közül. A régi mesteremberek közül sajnos már többen nem élnek, leszármazottjaik viszont büszkén viszik tovább az egykori értékeket. Ilyen például a Burgmann család. Ennek a családnak volt a tagja Burgmann Nándor, ott a Népkör utcában, faesztergályos és üvegezőmester, és hát természetesen Burgmann Károly villany és elektrotechnikai üzeme volt neki, és azt írja róla ez az ipar rajstrom, hogy rádió specialista. A kiállítást Burgmann Károly lánya nyitotta meg. Dr. Hajdú Endréné elmondta, a ceglédi iparos közösség összetartása példaértékű volt. Nagyon összetartó társaság volt, és bizony saját erőből és némi összefogásból fölépítették az ipartestület székházát. Gyönyörű volt. Apám tervezte és csinálta a világítást. És én nagy élvezettel voltam mindig ott a színházteremben, mert élveztem, amikor gyönyörű fények fokozatosan elhalványulnak, és utána jön. Édesapja nagyon sok fiatalt tanított a mesterségre, de nem csak Burgmann Károly, a többi ceglédi iparos is nagyon sokat tett azért, hogy a mesterségek ne halljanak ki, mondta Hajdú Endréné. Nem csak dolgoztak, nem csak termeltek, hanem tanítottak is. Tanoncokat neveltek, utódokat neveltek. Ma mások a körülmények. Nehezebb az iparmunka, inkább szolgáltatás, mint termelés. A kiállítás igazi különlegesség a tárlatok palettáján, hiszen olyan eszközöket, tárgyakat láthat a közönség, amelyek már-már feledésbe merültek, sőt, a gyerekek számára teljesen ismeretlenek. Szeretnénk ide behozni az óvodásokat és iskolásokat, hogy megismerjék, hogy milyen szakmák is vannak. És ebben kérnénk az önök segítségét is, hogy ismeretségi körben a gyerekeknél és iskolásoknál terjesszék, hogy a múzeumban látogatható ez a kiállítás. A Cegléd és Térsége Ipartestület idén ünnepli 130. évfordulóját. Az ünnepi év egyik méltó eseménye a kiállítás, tette hozzá az elnök.